35 részvevője volt az első egyetemista játékok elnevezésű rendezvénynek. A kiváló hangulat és sok nevetés közepette különféle próbatételeken mentek keresztül a résztvevők. A szervezők célja ellentmondani az olyan sztereotípiáknak, amelyek szerint az egyetemistáknak a szórakozás fogalma kimerül az alkoholizálásban. Ezért találták ki az első egyetemista játékokat. Úgy gondoltuk, hogy ez konkrétan az egyetemisták számára, tehát ilyen program nem létezik, hogy csapatokba tömörüljenek, és akkor így különféle feladványokat, játékokat kelljen megoldaniuk, annak érdekében, hogy minél jobb pontszámokat szerezzenek, illetve hát, hogy nyerjenek a versenyen, ugyanis a fő nyeremény az az idei 15. alkalommal megtartandó gólyabára a belépője, egy ingyenes belépője. Hát ezeknek a játéknak a elsősorban az a céljuk, hogy így a, mivel hogy most kezdődik Újvidéken ugyebár a vizsgaidőszak, hogy egy ilyen utolsó szórakozás, pihenés még, hogy aztán kicsit föltöltődjünk, hogy aztán az elkezdődő egy hónapban végig csak több erőnk legyen a tanuláshoz. Vannak tehetségkutató feladatok, például éneklés, karaoke, tehát lényegében mindenféle. Első próbatételünk az élőtorony építése volt. Egy percig kell kibírni a csapatunkat. Aztán a második feladat az volt, hogy egy kis plüssmackót a testünkkel keresztül kellett végig végig súlyozni, hogy ne lássan el. Viszont leesett, akkor kezdhettük újból. Én valójában a benzincsukokkal jöttem, de így a csapatunk neve, mi is a csapatunk neve? Ja, mi vagyunk a pirosak. Ja. És akkor? És eddig hogy halad a csapat? Hát mi adtuk át először a papírunkat, úgyhogy jól. Időre teljesítettünk azt hiszem mindent. Hát volt ez az ugrálós csizma, meg volt a toronyépítő, meg ez a macis átadás, azt meg hát nem tudom, hogy nevezni az, amikor koncertokon viszik az ember. És melyik volt a legnehezebb? Hát szerintem a csizma. És erre lehet egyáltalán készülni egy ilyen feladatsorra? Hát szerintem sehogy. Mivel hát nem tudtuk, hogy mi lesz, úgyhogy mindenkit meglepetésszerűen ért, hogy nem lehet készülni. A csapat nevünk az, hát... Az egyetlen fiúból fejéből pattant ki, nekünk nem magyaráz csapat. Ha minden igaz, akkor ezt írták be, ha nem, akkor pedig azt, hogy készen vagyunk. Mi vagyunk a földvári minyanok, ő itt Szilárd, az egyik ötletgazda gondolom, engem ő hívott, ő pedig itt a Luki. Mi reménységünk, mert ő politikus lesz, hogyha nagy lesz. Ja igen, Szabor Csaki nevet,
Ő nem biztos, hogy politikus lesz, de én szeretném, mert akkor lehet, hogy egyszer majd lenne munkám. És te mi leszel? Én? Hú, hát nem merem azt gondolni, nem merem azt gondolni, amit akarok. Jó, Anita, de kiabálsz. Azért, mert lehet, hogy anyukám is látja, és hogy nem akarok rossz fényt vetni rá. Aztán velünk van még a Billy, aki ilyen B-terv volt eleinte, de jobban bejött, mint vártuk, úgyhogy velünk tartott legközelebb is. A mi csapatunk az egész jó lett, főleg 10 pontosak, és akkor ugye ide mindenki nyerni jött, de remélem, hogy mi fogunk. Hát igen, de olyan közszeres ezt mondani, én játszani jöttem tőle, nyerni fogok. A játék fődíját, vagyis a belépőket a 15. egyetemista gólyabára az Ádám és a történészek csapattagjai nyerték el. Mutasd be a csapatot, mi a nevetek? Ádám és a történészek. Ez azért, mert ugye az 5 tagú csapatból 4 történészek vagyunk, az 5. az Ádám pedig a kukkolyás jogász, és ezért lettünk Ádám és a történészek. Mi voltunk a piros csapat az első körben, remek teljesítmény nyújtottunk. Kicsit néhány játék megterhelő volt számunkra, mivel tegnap este abszolvensi estünk volt, de próbálunk helytállni. És melyik játék volt megterhelő? Amikor egymást át kellett adogatni, tehát az egy kicsit megterhelő volt, de túléltük, megcsináltuk.